Hello mindenki, ismét egy új lecke. Megint előkészültem a kellékekkel, tehát először nézzétek végig a videót, töltsétek le a kellékeket a weboldalamról, és utána álljatok neki a leckének. Ismét egy 900x500-as transzparenst veszünk elő, mivel én nekem a kellékek már előkészítve vannak itt, ezért ebből a virágból vettem ki két színt. Az itt van egy ilyen világos rózsaszín, meg egy ilyen narancsosat, és ebből teszek egy gradientet, azzal töltöm ki, és használni fogom ismét a Muromeister pluginomat és a klódot, egy kis felhőcskésre, alapbeállításon hagyom a képet, remélem ezt most gyorsabban meg fogom tudni csinálni, veszek egy új réteget, így, előveszem a virágomat, másolom, felteszem az új rétegre, így körülbelül ide, így, lehalványítom egy 50-esre, így, egy picit nagyítok majd rajta, nem sokat, csak úgy nagyjából, mondjával, tehát így egy kicsit majd beigazítom még, aztán teszek egy új réteget, kitöltöm a gradienttel, és előveszem a maszkomat, ami azt mondja, hogy közben bezártam a weboldalakat, mert beadja akkor, amikor keresi a maszkot, mert sok a maszkom, tehát valószínűleg a szerkesztem el fog tűnni. Tehát ezt majd a kellékek között meg fogjátok találni, ezt a maszkot. Majd átírom a nevét. Ez egy ilyen kis maszkocska, így fogja beadni. De tegyétek be az invertbe a pipát, tehát hogy alól legyen ez a kis dísz. Úgy van, elkészítette. És most szépen a piktollal föl fogjuk húzni. Tehát itt megfogod a közepét. Így. És ide figyelsz oda, hogy ne húzd ennyire ki. Nézd, hogy a felénél legyen körülbelül. Tehát ide fölhúzod a maszkodat. Összevonod a maszk rétegedet a gruppal. És ugye nem nagyon látszik most ez a maszk, de majd mindjárt teszünk róla, hogy látszódjon. Bemegyünk az effektekhez, és megkeressük az Alien Skin Eye Candy-ba, az Impact-ba az árnyékot. Az előző leckében már mutattam, hogy lehet itt állítgatni ezt az árnyékot, hogy hova essen, sőt a szint is lehet állítani. Itt most 95-ön van, lehet erősebb, de elég volt ez a 95-ös, és lejjebb húztam, tehát behúztam ide teljesen a kép végéig, tehát nem úgy, hogy tehát úgy van most az árnyékom, hogy nem így elmozdítva így oldalra, most egy kicsit durva leszek, hogy látszódjon, hanem ezt a sarkát figyeltem, és úgy húztam, hogy a képnek a sarkánál legyen, és nagyjából így ennyire lehúztam. Tehát ezt így próbáljátok ti is beállítani, és választottam, tehát képedből válasszál egy sötétebb színt, tehát ne fekete legyen az árnyék, hanem a képedből választ ki a színt, és azt ide rakd be, tehát itt tudod a színt állítani, nekem piros árnyékot tettem alá, lehet ez sötétebbre is, de nekem ez elég. Ezt leokézom, és már is látod, egész jól néz ki. Akár meg is duplikálhatjuk, megnézhetjük, hogy úgy, hogy néz ki. Ez már lehet, hogy egy kicsit sok. Habár maradhat. Nézzem, visszanyíllam, megnézem, hogy jobb így, vagy így. Hagyom olyan finoman, nem kell azt annyira erőltetni. Jó. És akkor tulajdonképpen majd, hogy nem készen vagyunk az egyik részével a képünknek. Előkészítettem egy hölgyikét is,
Mindjárt megnézzük. Ez a Luz Krisztinának a tubéja. Egy új rétegre. Megnézem, hogy hova teszem. Szerintem így. Így oda teszem ezt a kis csajszit. Még az is lehet, hogy egy kicsit nagyítok rajta. És egy gyors kép. Tehát ez se tart különösebben sokáig. Még egy picit nagyítunk rajta. Így. Jó lesz ez így. Picit világosítok a... És megnézzük, hogy tegyünk-e alá árnyékot egy kicsit. Persze nem a pirosat, mert látod, milyen rosszul néz ki, hanem feketét. És nem így teszem rá, hanem egy kicsit így, és lejjebb eszem. Mondjuk egy 70-re, 60 elég. 60-ra megnézzük, hogy így milyen. Lehet, hogy nem is kell, nem teszünk alá árnyékot, mert nem tetszik. Egy kicsit el lenne rontva itt a teteje. Lehet, hogy azt följebb húzom akkor. A lány hajánál olyan furcsa ez a... Úgyhogy fölhúzom egészen a tubémat, hogy majd a keret eltakarja ezt az egészet. Nem kell megijedni, nem lesz itt üres ez a kép. Most teszek rá egy kis vékony keretet. Az Ad Borders segítségével, szokásos libafos zöldemmel kijelölöm, kiöntöm a gradientemmel. Ezt megfordítom, ezt a gradientet, mert majd szeretném, hogy ellentétes legyen, mert a következő keret részem is ezzel lesz kitöltve. És rakok rá egy kis fényt. Jó. Aztán rakok egy, még egy keretet rá, Ad Borders, jó nagyot. Jó, kijelölöm. És majd mindjárt megmutatom. Na, ezért fordítottam meg, hogy most ez más irányba vannak a gradientnek a színei. Lehet, hogy azt fogom csinálni, rakok ide egy ilyen árnyékot a felső, ez alá, kép alá. Azt mondja, hogy invert. És akkor most teszek alá egy árnyékot. Ugye megnézzük, hogy... hogy mennyit. Hogy is néz az ki. Nem lett egészen jó. Kicsit lejjebb kell húzzam. Tehát úgy nagyjába be. Hogy itt is olyan magas legyen, meg itt is. Fogjuk rá, hogy jó. Annyira nem jó, de jó. Így. És még most nagyon üres ez a keretünk, még nagyon semmit nem mutat, ezért most visszaveszem a virágomat, másolom, veszek egy új réteget, és ide fogom vigyeszteni. Itt viszont nagy lesz ez a virág, tehát ez nagyon nagy ez a virág, úgyhogy majd teszünk róla, hogy ne legyen ilyen nagy. Így. Szerintem még visszavehetjük. Ezt most egy kicsit deformálni fogom. De a virágnál nem olyan föltűnő ez, hogy eldeformáltam. Picit följebb. Jó.
Megnézem, milyen élesítve. Jó lesz, és milyen domborítva. Ez sok ez a domborítás lehet neki, de majd mindjárt megnézzük. Elmegy. Teszünk alá egy kis árnyékot. Nem feketét, hanem pirost. És egy kicsit följebb húzzuk. Ez sok. Erős a színe, ezért vissza fogom venni. Halványabbra. És egy kicsit elrébb húzom. Nézem. Na, ez így tökéletes. Így jó lesz. És még mindig olyan kis gyatrának találom ezt a képet. Ezért ezt ugye lezárhatom. Ezt is lecsukhatom. Van itt nekem egy ilyen kis díszecském, amit majd rá fogok tenni. Csak előtte ki kell választanom, hogy hova is tegyem. Kijelöléssel. Tehát csak ezt a részt akarom. Itt nem sokat látsz, de majd ha letöltöd a saját képedet, akkor fogod látni. Tehát kérek egy új réteget. És mondjuk egyszer ide teszek egy ilyet. És nem kell megijedni, hogy ilyen színe van. Ezen majd mindjárt változtatunk. Méghozzá úgy, hogy előveszem a világosabb színt. És át fogom színezni. Így. És már is úgy egy kicsit beleolvad. És pici árnyékkal meg fogom nézni, hogy milyen lesz ez. Hogyha teszek rá egy kis árnyékot. Nem sokat, de egy kicsit. Nézzük. Nem lett az olyan rossz. És így már is van egy ilyen kis díszünk itt. Ezt a díszt ide át fogjuk másolni. Tehát megduplikázzuk. Sőt, lehet, hogy így hagyom. Ezt akkor összevonom. Tehát van egy ilyen dupla rétegünk, akkor újból megduplikázzuk, de ezt már nem hagyom így, pedig nem olyan rossz. Átteszem emide is, és leteszem. Tehát így rakom föl. Ezt a két réteget össze is vonhatjuk a mergedó segítségével. És ide pedig egy nagyobbat fogok tenni. De nem teszek, mert ugye itt a virágom, majd ezt még lehet, hogy igazgatom, de itt van én nekem egy olyanom, most kivesszük a kijelölést, van ugyanez a dísz, amit nagyobba, és akkor most azt fogom én ugyanúgy kijelölni, mint az előbb a másikat, kijelölöm, copy, és megnézzük, hogy remélhetőleg majd a veszek egy új réteget, ezt mindig elmondom, sok új réteg kell egy ilyen képhez, hogy tudjam aztán szerkeszteni. Jó, nem fog belelógni a csajba. Tehát úgy igazítom, hogy ne lógjon bele a csajba. Jó. Átszínezem, mint az előbb, a másikat. Jó, átszíneztük. Teszünk alá egy kis árnyékot, ugyanazt használhatjuk, megduplikázom, lefagyott a azt hittem lefagyott, leszokott fagyni a szerkesztőm, és akkor ezt így hagyom. Tehát erről meg itt a virágon még egy kicsit lehet, hogy igazítok, nem muszáj ennek annyira ott fönt lenni, jöhet az lejjebb ide a sarkára, nem baj az, hogy nem fog úgy látszani. És akkor esetleg lehet nagyobb. Na, addig igazgatom, míg jó nem lesz.
És ezt addig teheted meg, míg külön rétegen vagy. Jó? Csajt nagyon kicsire csináltam, lehetett volna utána is fölrakni. Azért is jó, megnézitek a videót, és akkor látjátok, hogy én ezt a hibát elkövettem. Ezt a csajt utólag is föl lehet tenni, nem muszáj előre föltenni. Sőt, ezt a hátsó virágot még nagyobbra is lehet csinálni, hogy itt ne legyen olyan luk. Itt ezt ki lehet küszöbölni azzal, hogy ide írunk valamit. Az is lehet, hogy én ezt most majd mindjárt meg is fogom tenni, hogy ide írok valamit. Egy új rétegre keresek valami szöveget. Ezt, ja nem, de mégse csukom be, mert ezt majd el akarom nektek küldeni. És most keresek valami szöveget, dekor szöveget. Azt mondja, hogy el szoktam ilyen jó kis szövegeket menteni. Nem mindig tudom, mi mit jelent, de azért leszoktam fordítani többnyire, mielőtt fölteszem egy ilyen képre. Meg úgy nagyjából van, ami, van azért sok minden, amit értek. Ez kis angyal, ez nem illik rá. Azt mondja, hogy ez a beauty, ez jó szöveg. Na most itt van egy ilyen szövegem. Ezt ugye ugyanúgy másolom, és ide fogom tenni, majd meglátjuk, mekkora a szöveg. Igen, azt hiszem, ez úgy illik is oda, de majd kisebbre fogom venni. Azért veszem kisebbre, mert nézzük, ne logjon úgy bele. Mindjárt megnézzük, hogy ami így milyen. Szerintem annyira nem, nem gáz. Maradhatna ilyen szürke is, mivel szürke a hölgyikének a ruhája. Mindjárt megnézem, hogy milyen, ha megduplikázom. Úgy már fekete. Nem fogjuk. Az lesz, hogy ilyenkor kiszoktam jelenni Select All, Select Float, Select Defloat, nyomok egy Delete gombot, ilyenkor eltűnik nagyjából a szövegnek a színe, és akkor a sötétebbik színnel megpróbáljuk kitölteni, hogy milyen lesz, kipróbáljuk, hogy milyen a... Hát, nem sok jó eredménnyel kecsegtet, mindjárt megnézzük, ez nem szép. Ez így nem lett szép. Lehet, hogy marad az, hogy fekete marad. Vagy szürke. Szürke marad. És a szürkéből csinálunk rá egy kis... Megnézzük milyen, hogyha egy kicsit domborítunk rajta. Semmi nem látszik. És ha teszünk egy kis árnyékot alá, feketével mondjuk, feketével egyet, itt pedig erősebbre vesszük, nem tetszik, le fogom onnan venni. Jó, akkor ezt hagyjuk, ne erőttessük, ami nem megy, ne erőttessük, ez a szöveg itt nem jó, túl halvány, mindjárt keresek valamit, hát ha van valami titkos üzenetbe, ami úgy illik rá. Nem biztos. Aranyat nem akarok. Ez még színben is jó lenne hozzá, de betű stílusban nem. Nem. Hagyjam itt csupaszon. Most addig elrontom itt az időt, hogy ez érdekes lehet.
Ennek a... Mindjárt megpróbáljuk a virágokat. Át, de nem jó, mert van már rajta egy nagy virág, tehát ez azért nem jó. Hú, na most feladtam magamnak a leckét. Ezzel. Ez se illik rá. Na hát ennyire nem készültem elő, ebből legalább látszik, hogy mennyire nem készültem elő. Még mindig az a... Ez viszont kisebb ez a szöveg, hát ha... Nem kell deformálni. Mindjárt megpróbáljuk ugyanazt a... amit az előbb. Csak éppen... egy erősebb színnel. Most elrontottam az alapszínemet, és nem fogom tudni. Na, majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Próba cseresznye. Lehet, hogy nem lesz ez annyira rossz. Jó lesz így. De bizony, hogy jó. Nézem, mit hoztunk ki belőle. Jó. Egy kis árnyékkal. Csak hogy nem ezzel az árnyékkal fogom kipróbálni, hanem ebből a perspektíve shadow-zzal és feketével. Fekete. És olyan jó kis erősre fogom venni. Ez túlzás. Mert olyan lesz majd akkor, mintha lebegne a szöveg. Nézzük. Ez nem jó. Hát ez nem jött össze. Igazából. Igazából ez így nem jött össze nekem. Nem szép rajta az árnyék. Megpróbálom a másik árnyékommal. Ezzel viszont nem olyan rossz. Nézzük, így jobb. Vagy így jobb. Nem így jobb. Jó, akkor maradunk így. És akkor még egy kicsit csalunk. Nyújtunk. Ezen. Ezt nem fogom oda rakni kellékbe, mert majd próbáljátok a képeteket úgy igazítani, hogy ez a virág, ha egy kicsit elrébb lesz, akkor itt nem lesz ez az üres tér. Most azért csináltam ezt, hogy kitöltsük az üres teret, és akkor most próbáljunk rakni rá egy... megpróbálom megkeresni azt a színt, ami eredetileg volt én nekem, vagy valami hasonlót, még egy keretet majd teszünk rá. Hopp, ez nagyon narancs, nem ez volt rajta szerintem, hanem valami ilyesmi. Ennek egy kicsit sötétebb. Jó. Hát fogjuk rá, hogy ez volt, és akkor teszünk rá még egy keretet, egy vékonyat, egy ötöst. Jaj, hoppá, hatot ütöttem, de nem baj. Kijelölöm. És kiöntöm. Kicsit megfordítom. Ilyenkor, ha megfordítod, akkor elüt ettől a kerettől, ami alapból van, és teszek rá egy kis fényt. Jó, és akkor most már ráírhatom a nevem, igaz? Mondjuk a sötétebbel. A sötétebb színnel, de ezt is egy picit élénkebbre veszem, vagyis így.
És valahova oda biggyeztem a nevem. Mondjuk ide. Az ott jó lesz. Jó, készen vagyunk. Nem biztos, hogy ez olyan hű, de nagyon nagy lecke volt. Igazából a kellékek miatt lesz majd érdemes letöltened esetleg. A maszkot láttad, hogy használom. Nem mindig muszáj úgy használni egy maszkot, ahogy adja magát, hogy beterítjük a képet, hanem lehet azt húzgálni ide-oda. Ennek a leckének igazából ez volt a lényege. Meg az, hogy próbáljátok kellékeket összeszedni innen-onnan, mert nagyon sok minden jót lehet belőle készíteni. Jó szórakozást, ne felejtsétek el a linkjét, a weboldalam linkjét, ahonnan a leckét készítettétek, betenni oda a Facebookra, meg az egyéb oldalakra, ahova publikáljátok a képeteket. Köszönöm mindenki figyelmét, jó szórakozást a továbbiakban, sziasztok!